Danny Williams azért a pályafutásának már olyan időszakában érkezett Magyarországra, ahol egy kötelező győzelem volt a Golyónak. Egy olyan felhozó meccs, amire el lehet mondani, hogy egy nagy nevű ellenfél volt, de a szószoros értelemben csak volt. Ez a jelenlegi ellenfél ennél egy lényegesen komolyabb feladat. A rekordja alapján nem lehet nagy probléma, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy egy Danny Williams lényegesen motiváltabb lehet, már csak az életkora miatt is, meg a kinézete miatt is, egy, ahogy a Golyó barátom említett, egy Herkulessel fog majd szembenézni. Nem is annyira az életkora meghatározó, hanem az a fajta profi rutin, amire még szüksége van. A legtöbb világszövetségnél, mint például nálunk is, minimum 10 győztes mérkőzés kell, hogy a tarsolyban legyen, és azért nem árt, hogyha van valami amatőr experience. Hát ugye nála amatőr magyar bajnoki ezüstérem, felnőtt magyar bajnoki ezüstérem, ez már megvan. Legyen meg a 10 győztes mérkőzés, és aztán, ha tudok, akkor valamilyen szinten talán még próbálok is neki segíteni, hogy ezen az úton akár a VB-nál valamilyen kisebb regionális bajnoki címet elérhessen. Amikor az első párütés lecsengett köztük, akkor már láttam azért, hogy sokkal gyorsabb a Zsolti, mint a srác, és akkor biztos voltam, hogy ez meg lesz. Kérdés volt, hogy mikor. Bíztam benne, hogy végre nem megy végig a meccs, hanem lesz egy szép KO, és hál' Istennek igazunk is lett. A magyar bajnoki jövőért kéne már neki boxolnia, ahogy már most is kellett volna. Csala úr, nem tudom, hogy miért nem akar kiállni vele. Szerintem ennek kéne már eljönnie, hogy a magyar bajnoki jövő az a barátomnál legyen, mert ott a helye. Fizikailag jó állapotban van, erős nagyon Csala. Én azt gondolom, hogy most a Golyó azért jobb boxoló. Én azt gondolom, hogy egy komolyabb feladat, mint ez a mérkőzés volt, de azt gondolom, hogy a Golyónak azért nagyon komoly tervei vannak a jövőben, és ennél sokkal nehezebb kihívások elé kell majd állnia. Horváth fiú sem volt, egy rossz boxolónak nézett ki. Egyszerűen nagyon feküdt a Golyónak, és nagyon jól megcsinált rajta mindent, amit kellett. Nagyon jól ültek az ütései, a jobb horog, bal horog, a felütésekkel nagyon eltalálta. Igazából azt gondolom olyan, mintha a Golyónak találták volna ki ezt a fiút, ezért aztán be is tudta nagyon gyorsan fejezni. Rólam kevesen tudják, mert jól titkolom, hogy egyébként lejárok boxolni, most éppen ugye a gangstának a felesége, az Anna Mónihoz, Moncihoz. Nagyon szeretem a boxot, igazából a nehéz súlyú boxot, vagy a fél nehéz súlytól szeretem, amikor 80 kg fölött már érezhetőek az ütések. És hát én, hogyha boxoló lennék, akkor én lennék az egyetlen boxoló, aki soha nem védekezne, csak menne előre. Igazából már az első menetben eldőlt, hogy ugye Golyónak egyrészt a kvalitása, másrészt az a fajta szakmai alázata megvolt, és sikerült tédre kényszeríteni az ellenfelét. Úgyhogy én szerettem volna egy picit tovább fárasztja, tovább játszik az ellenfelével, de annak viszont nagyon örülök, hogy a másik menetbe kiütötte. Én már kaptam tőle nagyon kemény pofonokat a ringben, úgyhogy igen, ismerem, közelről is ismerem. Le vagyok izzadva, nagyon féltem ettől a meccstől. Én megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ilyen könnyen és ilyen váratlanul megoldódik ez a meccs. Azért ez egy nagyon-nagyon nehéz ellenfél. Horvát bajnokságon második a srác. A legnagyobb problémánk most ugye úgy látom az lesz, hogy a magyar nehézsúlyú bajnokévet ugye év második felébe tudjuk megszerezni, de nehéz lesz ellenfelet találni. Golyó most már nagyon-nagyon éles, csak a boxsal foglalkozik. Már igazából ugye az első menetben látszott, hogy ennek hamarabb vége lesz, és én mondtam is a páromnak, akivel itt vagyok, hogyha Vanessa nem üti ki az első menetben, mert akkor minek jöttünk el, de a másodikban ott elfogyott a horvát srác. Én azt gondoltam a hírei alapján, meg a posztok alapján, meg a Zsoltinak a véleménye alapján, hogy az végig fog menni ez a 6 menet. Biztos voltam benne, hogy nyerni fog, itt nem volt kétségem, mert az ő csibész, de én azt gondoltam, hogy ez a 6 menet ez végigfut. Egy picit emelni kellene a szintet, mert hogy Golyó szerintem képes ennél acélosabb is, ennél magasabban rangsorolt tökőjúvókat is legyőzni, és mint ahogy beszéltük itt a szakmabeliekkel, tehát neki picit utol kéne érni az ő korosztályát, és én úgy gondolom, hogy bátran be lehetne vállalni olyan ellenfeleket, akiknek lehet, hogy sokkal több meccsük van, és lehet, hogy sokkal magasabban rangsoroltak, de Golyó tapasztalata, hozzáállása úgy gondolom, hogy megoldást fog jelenteni. This Bogdan Zsolt very good fighter and very good very strong man, because Vjekoslav Bajic coming in ring no good, and this Vjeko work big problem. I don't know what is problem.
Bogdan Zsolt very strong man. Win I very good. Rövid mérkőzés volt, ezt úgy láttátok ti is, nem volt egy hosszú mérkőzés, hál' Istennek el tudtam találni tisztán. Úgy éreztem, hogy megvolt azok az ütésektől, le is ment. Nem tudom, azt hittem már az első menetben be tudom fejezni, de nem kapkodtam. Tudtam, hogy 6 menet, tudtam, hogy van időm, inkább vártam, inkább kivártam, mondom, hogy legyen második menet. Lehetett volna harmadik menet is, fel voltam készülve, nyugodtan mentem föl a ringbe. Megtettem a felkészülésemben mindent ahhoz, hogy jól tudjak teljesíteni itt. Nem kapottam, tudtam, hogy az enyém lesz a meccs. Amikor már megéreztem, hogy megcsíptem egy kicsit, akkor éreztem, hogy már csak időkérdése, hogy befejezzem. Egyre keményebb ellenfeleket kell bevállalni ahhoz, hogy előrébb tudjak jutni itt. Decemberben találkozunk a magyar bajnok jövőjére.